és kontraindikáció. Egyrészt megegyezik, hogy gyógyulszülők kontraindikáció. Ismételjük át ezeket? Hámsérülések, görbsérülések, fertőzések. Anyajegyre ugye nem teszünk. Na most, olyan anyajegy, ami egy síkban van a bőrfelszínnel, és ilyen testszín, vagy ilyen enyhe barnás szín, az lehet. Az az anyajegy, ami nagyon eltér a bőr egyéb területei régiójától, vagy kiemelkedik a bőr felületéről, azt nem kötőzik. Úgy az az öregségi szemlőcs is, amiről közön. Úgy van, az sem. Az sem. Jó? Így van. Tehát amíg látszik ugye az előző köpői kezelésnek a helye, megint nem tesszük rá. Aztán vérzékenységben küzdő vagy szenvedő ember, ugye hemofília, akkor megint nem teszünk rá. Jó? Aki vérhígítót szenved. Jó? Aztán daganatos betegséget nem szabad. Nem szabad. Aztán magas vérnyomás esetén megint nem szabad. Mennyire magas? És kezelhetetlen vérnyomás? Hát, ami ki van billenve, mitől számít magas vérnyomás? Úgy tudom, 140-től magas vérnyomásnak számít. Jó? Igen? De magas vérnyomással kapcsolatban, tehát mint kezelhetetlen magas vérnyomás, hogy miben van állni, ha jól tudom, tehát a legjobb, az ember 800-szer csak nem legyen is, hogy valakit ennyi elve 800-szer a magas vérnyomás. Ha kezelve van a magas vérnyomás, viszonylag szinten van tartva, akkor lehet. Akkor itt is így van. Aztán kiduduló viszerek felett ugye tilos, viszont a enyhe seprővénákat, azokat finoman, óvatosan lehet kezelni. Jó? Szív területére nem szabad, mell területére megoszlik. Ugyanis az egészségügyben nem szabad. Ugyanakkor a kozmetikai ipar, biztosan láttatok már ilyen, hogy vannak ilyen nagy harangocskák, amiket mellkondicionálásra használnak, különböző méretek, tehát hogy szülés után a mellnek az állományát lehet regenerálni és javítani. Tehát érdekes, hogy a kozmetikai ipar használja a melleknél a vákuumterápiát, az egészségügyi azt mondja, hogy nem szabad. Ez egy anomália. Jó? Módosult tudatállapotban lévő embernél megint nem lehet. Így van, például hepatitis fertőzések esetén megint nem lehet. Akut gyulladások esetén, mert tűz nem szabad. Nem szabad. Áldott állapot ugye relatív, kontraindikált, tehát nyilván a hasi területeket kihagyjuk, de a test egyéb területei lehet dolgozni. Ennyi. Többféle köpői van, még egyszer akkor egy kicsit ismétlésképpen. Van az állóköpői, amikor ott hagyjuk a testfelszínt. Az állóköpőinél lehet alátétes köpőzést használni, különböző gyógynövényeket, attól függően, hogy mit akarok elérni. Tehát itt tegnap volt ugye a paradicsom, a hagyma, a krumpli, lehet alma, lehet fokhagymapé, lehet mustármagból készült pé. Tehát mind-mind, ami gyulladást csökkentő gyógynövény. Tehát az nagyon nagy előnye, hogy a köpölyözés hatására kitágult bőr pórusai a ható anyagra sokkal fogadó képesebbek, mint olyan helyen, ahol a pórusok be vannak zárva. És utána a köpölyt lehet kombinálni gyertyás kezelésekkel. Tehát megköpölyöztem, és a köpölynek a helye, ahol van, oda-arra átettem a testgyertyát. És ezzel tudom így kombinálni. Vagy lehet például különböző tapaszokat, gyógynövényes tapaszokat meg lehet. Tehát ilyen is előfordul. Meddig maradnak ugye a pórusok? Kitágulnak? Ez a bőrtípustól függően, de körülbelül néhány órától egy napig terjedhet az ember állapotától függően. Olyan vékony bőrre, ami öregségi bőr, tehát hogy szinte könnyen sérül, tehát idősebb korban, nagyon elvétődik a bőr hátrétege, olyankor sem szabad. Nagyon vízhiányos bőrre sem szabad. Lehet látni idősebb korban, hogy ilyen gyűrött szinte a bőrfelszín, ilyen elvétődő bőrfelszín. Időben meddig hagyható fent? Ez mindig a bőr állapotától függ. 1-2 perctől, akár negyed óráig is történhet. Ez egy ilyen átlag idő. A sportolónál, vagy egy olyan fizikai munkát végző embernek akár 20 perc is lehet. Egy idősebb embernél elég a 2 perc. Lehet csúsztatott köpölyözést alkalmazni, ilyenkor minden esetben valamilyen filmréteget képezzünk a testen, akár krémmel. A krém az annyira nem előnyös, inkább olajat használunk erre. Tehát organikus olajat, egy filmréteget képezünk. Egyrészt ez azért is jó, mert akkor az nem megy a levegő alá. Másrészt lehet az energiacsatoltának áramlás irányával megfelelően húzni, a csatornát kipusztítani, és esetleg, ahol energiablokk van, ott hagyható több ideig. És van ugyan villámköpöly, amikor minden következik, és ezt nem is fogom mutatni. Jó? És amikor azt a sokat teszik így egymás mellé, az... Így van, azt is meg fogjuk mutatni, állatköpölyét hívják, egy folyamatos ingerlést van. Jó?